A szárított dohányt válogatják ebben a Pulcs Petri üzemben. Minőség szerint kerülnek különböző dobozokba a levelek. A földeken már csak kevés dohány van, lassan véget ér a betakarítás. Az ország dohánytermésének 80%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében takarítják be. Megítélésem szerint kevesebb, mint 10% található még kint a földeken. Ez elsősorban azoknál a termelőknél van fenn, akiknek a szárítási kapacitásuk az kevesebb, mint amennyire szükségük lenne. Így önálluk kihúzódik a betakarítás. Hála Istennek az ősz az kedvező. Ez idáig még nem volt fagy, ami egyébként mindenképpen véget jelentene a termesztésnek, mármint hogy a szántóföldön akkor megsemmisül a kint maradt dohány. Valószínű, hogy maradéktalanul betakarítható lesz minden megtermelt dohány, és hát a termelők ezt be is takarítják. Tavasszal is kedvezően alakult az időjárás a palánták kiültetését követően. Elegendő és megfelelő elosztású volt a csapadék, a nyári forróság és az aszály azonban megnehezítette a termelők dolgát. Ennek ellenére idén is jónak mutatkozik a termés. A dohány mennyiségében várhatóan az elmúlt évi szintet fogja hozni. Ez egy 6300-6400 tonna körüli mennyiséget jelent. A minőségre még korai lenne hitelt érdemlő választ adni. Az eddigi tapasztalatok egy minimális javulást mutatnak az előző évhez képest. A felvásárlás is elkezdődött már. A Virginia esetében a szolnoki fermentálóban augusztusban, még Nyíregyházán szeptember közepén kezdték el az átvételt a termelőktől. Az árak megközelítőleg a tavalyiakhoz hasonlóan alakulnak, a Virginia esetében kilogrammonként 530-550 forint körül kapnak a termelők, a Burley-t pedig 460-490 forintért vásárolják.